Az Interetmo utolsó estéjén a városba felállított infopult nem fogadott több látogatót. A fesztivál résztvevői közös ökumenikus liturgián vettek részt a Szent Teréz székesegyházban, majd Etnopoliszig sétáltak, ahol záró ceremónia keretében búcsúztak a vendégek a várostól, a város a vendégektől és az idei fesztiváltól. Takács Márta Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke elmondta, igaz, hogy a 13-as bűvös szám, viszont merni kell kimondani, hiszen rohanó világunkban nem sok minden ér meg évtizedeket. Egy ilyen fesztiválnak azt mondják, két alapvető feltétele van. Az egyik a profizmus, a másik pedig az, hogy legyen lelke. Bodrogi Hajnalka főszervező elmondta, hogy nagyjából minden a terv szerint alakult, és Babona ide vagy oda, a 12 plusz 1-es jelölés szerencsés választás volt. Beigazolódott, bizony voltak olyan váratlan dolgok, ilyen viszmajor esetek, amikre valóban nem tudtunk felkészülni, de én úgy érzem, hogy azok is nagyon szerencsésen megoldódtak, és hát 13. fesztivál is elmúlt. A közönség kedden este láthatta utoljára a külföldi tánccsoportokat, akik a záró ceremónia részeként rövid műsorral léptek fel. Jimmy Castillo, a kosztarikai tánccsoport tagja is élvezte a fergeteges hangulatot. Hogy ti ott Kosztarikában, ott is egyfolytában ilyen vidámak vagytok, mint amilyen az öltözéketek és a zenétek? Gracias, muy amables, de verdad que uno en mi país somos también muy amigables y nos gusta cuando encontramos gente que es parecida a la nuestra, donde podemos compartir con ellos y es de verdad muy hermoso que nos hayan recibido en esta ciudad de esa forma. Tűzijátékkal és táncházzal zártak. A vendégek hazamentek, Etnopoliszt lebontják, és mától már a fesztivál útlevelek is érvénytelenek. Vajdaság egyik legnagyobb kulturális eseményére egy évet ismét várni kell.